Szakemberek szerint a túlzott sebesség, a felelőtlen telefonhasználat és a fáradtság a három legfőbb tényező, amely veszélybe sodorhatja az autósokat. A gépjármű vezetői magatartás fejlesztése elengedhetetlen a közlekedési kultúra fejlődéséhez. A váratlan helyzetek kezelésében az egyéni továbbképzés és a vezetés technikai tréning segíthet. Normál esetben lehet, hogy valaki évtizedeken keresztül vezet, és hogyha elég figyelmesen teszi ezt, akkor nem is biztos, hogy feltétlen kerül a szituációba, amikor ezeket kiprovokálja. Gondolok itt egy hirtelen kikerülésre, egy olyan vészfékezésre, amikor esetleg már mondjuk a leálló sávot is kell használnunk, vagy eltérő talajra kerül az autó alattunk, tehát nem feltétlenül csak az aszfaltot, mondjuk egy országúti helyzetnél kiugrunk elénk egy ült, és nincs más megoldás, két rossz közül kell választani, és akkor is kontrollban kell tudni maradni, vagy az autót a lehető legkisebb kontrollvesztéssel kell tudni a veszélyhelyzetből kikormányozni, kiirányítani. Ezek azok a helyzetek, amiket már valóban csak élesben tapasztal meg a legtöbb vezető. Az utakon lévő viselkedési kultúrát a KRESZ hivatott szabályozni. Ha ezeket az előírásokat betartanák az emberek, akkor normálisan működhetne a közlekedés egy ideális világban. Az ember azonban nem robot, az egyéni döntésekre néha csak tized másodpercek maradnak. Egy olyan közlekedési társadalom, egy olyan közlekedési kultúra alakuljon ki mondjuk a következő 10-20 évben, amiben bizonyos dolgok már automatikussá válnak mindenki számára, vagy alapvetően érti, vagy megérti annak a veszélyét, hogy amit csinál, hogyha mondjuk az egy szabályszegés, pusztán csak beszélünk egy gyorshajtásról, akkor az mivel járhat, és annak milyen következményei lesznek, és ott ne az legyen, ne az lebegjen a szem előtt, hogy ezért hány év börtön kaphatja, mondjuk halálbalesetet okoz, hanem hogy mondjuk kinek a családjával mit tesz meg, vagy adott esetben az milyen sérülése járhat neki is. Tehát, hogy saját magára tudja ezt lebontani, vagy saját magára tudja a következtetéseket levonni, és szerintem sokkal egyszerűbbé válik, mert automatikusan az ember sokkal jobban oda kezd figyelni, amikor tudja, hogy az mivel jár. A magyar közlekedési kultúrát a figyelmes gépjárművezetői magatartással és a veszélyhelyzeti reagálás elmélyítésével lehet fejleszteni.